veszik az egész. Mit csinál ez az ember? A turul helyére ült egy aktivista pénteken. Így tiltakozott az épülő emlékmű ellen Szentendrén. Az egyik építő elismerte, hogy nincsen meg minden engedélyük. Azt, hogy én felvállalom a jogsértést, az az én dolgom. A helyszínre rendőrök is érkeztek. Jelenleg nem építettünk. A munka félbeszakadt. Aznap este valakik egy kézzel írt felirattal szóltak be a tiltakozóknak. Vasárnap délután halomban állt az építkezésnél a Murva. Szentendre legforgalmasabb útjához kerül majd a szobor. A tiltakozó aktivista a turult kifogásolta. Turul szerintem pillanatnyilag még egy erősen vitatott szimbolika, és át kell beszélnünk ezt a szimbólumot ahhoz, hogy bátran egy város fontos közterületén képtessen. A szobor felállítását a helyi konzervatív kör kezdeményezte. A képviselőtestület 2013-ban döntött róla. A társaság az Élhető Szentendréért Egyesület önkormányzati képviselője a Facebookon írt arról, hogy a tulajdonosi hozzájárulás és a tervtanácsi engedély azóta sincs meg. Szerinte nem a turul a baj, hanem ha egy hasonló szoborállítás nincs átbeszélve, és a lakók, ahová rakni akarják, nem tudnak róla és nem egyeztek bele. Én magam részéről nagyon szimpatikus madárnak tartom. A 250 kilós turul most a Jobbikos önkormányzati képviselő kertjében áll. Ő abban bízik, hogy jövő héten meg lesznek az engedélyek. Szerinte muszáj volt nekiállni a munkának, mert jövő szombatra meghirdették a szoboravatót. Sürget az idő, a betonnak kötnie kell, és nagyon szeretnék az eredeti meghirdetett időpontban átadni ezt a köztéri szobrot, és ezért belefogtunk nem a szobor, hanem a szobor posztamensének a fölállításában. A szentendrei önkormányzatnál nem akartak nyilatkozni. A jegyző annyit mondott telefonon, hogy az építőket levélben figyelmeztették, hogy engedély nélkül ne dolgozzanak.